Szeretettel köszöntöm az Idegenvezetők Világnapján itt a Mátyás Templom máltai termében. Erdély Zoltán vagyok, a Mátyás Templom HR és marketing vezetője. Ebben a videósorozatban megismerkedhetnek a Mátyás Templom zenei életével, bemutatjuk a karnagyunkat, orgonistánkat, megmutatjuk, hogy hogyan készültünk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, illetve az egyik epizódból kiderül, hogy magunk között miért hívjuk ezt a templomot okos templomnak. A mai epizódnak a főszereplője a rózsa. Borog be a kolléganőmet, kérem, hogy beszéljen nekünk a rózsáról. Bea, bemutatod a rózsa történetét? Köszönöm, Zoli, természetesen. Kérem, tartsanak velünk. A mai sétánkon két fontos női alakról szeretnék beszélni, akik amellett, hogy férjük mellett álltak, akik fontos pozíciót töltöttek be, kiváló feleségek és édesanyák is voltak. Az egyik őjük főleg politikai szempontból fontos a templomunk életében, a másik az Árpádházi család kiemelkedő tagja, akit ráadásul halála után szinte rögtön szentté is avattak. Erzsébet királynéről szeretnék elsősorban most először beszélni, aki a Wittelsbach család sarja, és ha föltekintünk a falfestményre, Lócz Károly gyönyörű alkotására, amely Erzsébet királyné és Ferenc József császár és császárné magyar királyá és királynévá koronázását ábrázolja. Ez a kép nagyon fontos számunkra itt a templom életében, hiszen kié a főszerep? Nagy boldog asszony alakját látjuk középen, aki áldását adja Ferenc József és Erzsébet királyné magyar királyá és királynévá koronázására. Az 1848-as 49-es szabadságharc elnyomása után a magyarok ugyanis, mondjuk így, gyanús szemmel tekintettek minden olyanra, ami az osztrák udvar felől érkezett, mind politikai, mind társadalmi szempontból. Erzsébet királynének igenis jelentős szerepe van annak, hogy nyitott szívével, a magyar kultúra iránti érdeklődésével ezzel utat tudott nyitni a magyarok szívében, és a magyarok lassan elfogadták a Bécs felől érkező társadalmi és politikai változásokat, már csak azért is, mert ezek többsége kedvezőek voltak a számunkra. Erzsébet királyné szívesen töltött időt nálunk a Mátyás templomban minden alkalommal, amikor Magyarországra látogattak. A Lorettói kápolnában elmondott egy-egy imát, sőt, menyasszonyi koszorúját, ami ezüstből készült, nekünk ajándékozta. A menyasszonyi ruháját szintén, amelyből később mise ruhát készítettek, és ma is templomunk ékes darabja. Ha átsétálunk a következő helyszínre, a kararai márványból készült Erzsébet királyné mellszobrát láthatjuk. Ez nagyon fontos darab a templomunk számára, azért is, mert nem csak a magyar hívek jönnek gyakran meglátogatni, hanem az ázsiai országból érkező vendégek is, akik bizony gyakran Erzsébet királyné stílusát imitáló ruhában jelennek itt meg, hogy készüljön róluk egy-egy fotó. Eddigi helyszínünket elhagyva a kis orgonakarzatot, vagy más néven máltai lovagtermet, a máltai lovagok már a középkorban a szegények gyámolítására, pártfogolására és az öregek segítésére rendezkedett be, úgy, ahogy a mai napokban a máltai szeretett szolgálat is. És itt kanyarodnék el a következő Erzsébetre, akiről a mai napon szeretnék önöknek beszélni. Árpádházi Szent Erzsébet, akinek a nevéhez számos csodatétel fűződik, számomra az egyik legkedvesebb a rózsacsoda. Egy alkalommal a kötényében ételt, alamizsnát vitt a szegényeknek, viszont a rokonai ezt nem nézték jó szemmel. Szigorú tekintetükre Erzsébet nem merte megmondani, hogy mi van a kötényében, de a Jóisten a segítségére sietett, és rózsává változtatta az alamizsnát. A rózsacsoda után ezen kívül még életének elején is megmutatkozik számos jelenetben a jó téteményei. Egészen gyerekkorától kezdve ételt osztott a szegényeknek és az árváknak. Tudjuk, hogy fiatalon eljegyezték Lajossal, a türingiai őrgróffal, így elkerült Magyarországról otthonából. Lajos halála után, akit egyébként nagyon szeretett, viszontagságos élete következett,
Lajos rokonai nem nézték tovább jó szemmel, hogy Wartburg várában maradt, így az akkor már létező három gyermekével menekülésre kényszerült. Marburg városába érkezett, ahol letelepedett és folytatta a jótékonykodást, kórházat alapított, és élete végéig a szegények ápolására fordította az energiáját. Erzsébet, tehát II. András király és Merániai Gertrúd leszármazottja, Merániai Gertrúd királynét ismerhetjük Katona József Bánkbán című történetéből, aki gyilkosság áldozata lett. Valószínűleg ezért is nevezte el Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet egyik gyermekét Gertrúdnak, akiből később Boldog Gertrúdként a katolikus egyház egyik boldoggá avatottja vált. Portugáliai Szent Erzsébettel később, Erzsébet egyik leszármazottjával megismétlődött a rózsacsoda, így Portugáliában is szentként tisztelik, és portugál vendégeink is gyakran keresik az ő történetét a templomunkban. Köszönjük Beának ezt a nagyon érdekes előadást. Hogyha kíváncsiak és szeretnék megnézni a Szent Erzsébetről szóló gyönyörű ablakunkat, akkor a vírushelyzet után nagy szeretettel várjuk itt a Mátyás templomban. Addig pedig buzdítok mindenkit, hogy keressenek minket a honlapunkon, illetve a közösségi média oldalainkon. Köszönjük a figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra!